A városban tettek nagyobb vagy kisebb kört a Hannuka futás résztvevői, akik Kaufer Tamás szervezésében teljesítették a távot. A csípős hideg után a Várkörúton található imaház melegébe várták a híveket a Hannuka gyertyagyújtásra. A Hannuka fények, illetve a szentély újjáavatásának ünnepe vasárnaptól kezdve 8 napon át esténként meggyújtják a 8+1 ágú gyertyatartón a hannukai menórán a színes gyertyákat. Az egyik legörömtelibb ünnepünk, így december tájékán szoktuk ünnepelni, emlékeztet egy csodára, aminek több rétege is volt, de ma elsősorban egy olyan családi ünnep, ahol együtt család vagy közösség együtt tud emlékezni 8 napon keresztül arra, hogy nem sikerült körülbelül 2200 évvel ezelőtt a zsidó szellemiséget elpusztítani. Hannuka menórán Cserpalkovics András gyújtotta meg az első gyertyát. A polgármester a békesség fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében. Néhány száz kilométer tőlük most sem békességben tudnak ünnepet, kinek a saját hite szerinti ünnepet várni, vagy arra fölkészülni. Ezért viszont nekünk hálásnak kell lenni a gondviselésnek, hogy mi ezt viszont megtehetjük. De ez egyben kötelezettséget is ró ránk, hogy éljük is meg ezeket az ünnepeket. Ha békességben tehetjük, akkor békességben. A közösségben, a családi körben, de adjuk meg jó értelemben vévő módját. A Hannuka idején használt gyertyatartónak a hagyományos 7 ágú menórával szemben 8+1 ága van. A szolga gyertyával gyújtják meg a többi 8 gyertyát.